Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a Hír TV rendelkezésére állt. Én köszönöm. A gazdasági válság mélysége, a járvány okozta válság mélysége hasonló a 2007-2009-es válsághoz. Akkor 6,5 évbe telt Magyarországnak a kilábalás. Most hogyan számolnak? Igen, jó a hasonlat. A két válság sokkal jobban hasonlít mondjuk mint mondjuk a 29-33-as és a mostani, mert akkor ugye 4 évig tartott a válság. Most reméljük 1,5-2 év alatt az egész világ kilábal belőle. Akkor valóban Magyarországnak 6,5 évig tartott, még elérte a 2008 év végi teljesítményt újból. Az Egyesült Államoknak 11 hónap, tehát voltak épp, igen. A lengyelek, németek meg nem is bonyolódtak bele az akkori globális pénzügyi válságba. Most Magyarország 1,5 év alatt, nagyjából a második negyedévben, a harmadik negyedévben elérheti a 2019 végi szintet. Az Európai Unió többsége, vagy nagyobbik része, különösen az eurózóna még nem, inkább az év végén, jövő év közepéig. Tehát mi az elsők vagy az egyik elsők között lévő ország leszünk a kilábalás gyorssága tekintetében. Mi teszi azt lehetővé, hogy milyen gyors helyreállítók? Azt gondolom 3 dolog legalább. Az egyik, hogy az immunrendszerünk erős volt, mikor támadás ért bennünket 2020 elején, ami ugye 3 válság volt rögtön, egy járvány, egy gazdasági, meg egy lelki válság, hát azért megtépázott bennünket, családokat, az egész országot. Az egyik az immunrendszer erőssége, tehát 10 évig, 2010-től 19-ig végéig, nagyon sok mindenben megerősítettük Magyarországot. Megerősítettük, először az állam pénzügyeit rendbe tettük, 2010 és 2013 között rendbe tettük a munkaerőpiacot, 2 számjegyű munkanélküliségről lejöttünk az Unió egyik legjobb munkanélküli, illetve foglalkoztatás szintjére. Teljesen átalakítottuk a pénzügyi rendszert, a jegybankot átalakítottuk 13 óta, és nagyon sok olyan, mi úgy hívjuk, hogy strukturális reformot hajtottunk végre, amelyek erősítettek bennünket. A másik, hogy a járványkezelés jó volt, tehát eredményes volt, ugyan a bruttó hazai termék szempontjából, a gazdasági teljesítmény szempontjából a középmezőnyben végeztünk, de például a pénzügyi rendszer válság intézkedései az első helyet érték. Tehát maga a válságkezelésünk az eredményes volt. A harmadik, hogy az oltási kampány, az oltási politikánk egy jó kormányzati döntés következtében 1,5-2,5 hónapos előnyt ad most nekünk a gazdaság irányítására. És ez a 3 ok, ez nem mindenhol van meg. Az eurózóna többségében nem erősödött meg az immunrendszer a 2010-es években, nem kezelték jól a válságot, és hát az oltásban eléggé hátul kullognak. Szóval több ok egyszerre adja azt, hogy Magyarország most az első lehet. Ön arról beszélt az előadásában, hogy egy intenzív növekedési szakaszba szeretnénk lépni, meg kell nyerni ezt a bizonyos válságot. Ha van most egy ilyen előnyünk, néhány hónapi előnyünk, vannak olyan intézkedések, amiknél különösen számít az, hogy mikor hozzuk meg, hogy milyen intézkedésekben tudunk elsők lenni? Abszolút szeme van a labdának, nagyon jó a kérdés. Igen, tehát az, hogy mi a 2010-es éveket jól használtuk fel, az főként azt jelenti, hogy 2010 és 2013 között a 10 évben összesen végrehajtott 56 nagy átalakulásnak a 80%-át elvégeztük. Az elején, 3 év alatt. Az összes nagy reform, 56 reformból 43-at elvégeztünk. Maradtak még a végére is, a forintosítás az 2014-ben volt például, ami a svájci frank kiváltás, és még sok minden más. Most ugyanígy az évtized elején kellene elvégeznünk a 20-as évek döntő átalakításainak a zömét egész pontosan elindítanunk, kidolgoznunk és elindítanunk. Ilyen a digitális forradalom. Tehát az állam működését, az állami szolgáltatásokat, mint az észteknél, litvánoknál, egyre inkább más skandináv országban is, át kell állítani digitális szolgáltatással. A felsőoktatást totálisan át kellene rendeznünk. Tehát egy versenyképes, tudásközpontú felsőoktatás kellene. Első lépéseket tesszük, de nem elég. Teljesen át kell alakítani majd a felsőoktatás rendszer működését. Vagy például a mi területünkön, a pénz területén, igen, ott is egy hatalmas pénzforradalom előtt állunk, amely szükségessé teszi nagy valószínűséggel a jegybankok átalakítását és a jegybanki úgynevezett digitális pénz bevezetését. Szóval mindent az évtized első 2-3 évében ki kellene dolgoznunk, el kellene indítanunk, és amit lehet, le kellene zárnunk annak érdekében, hogy megnyerjük az évtized következő kétharmadát. Ezen a bizonyos jegybanki digitális pénzről megosztana velünk néhány elképzelést, néhány tervet? Pontosan mit is jelent ez? A bitcoinról mindenki hallott már valami. Igen, tehát ugye az alap kérdés az, hogy mi a pénz jövője és a jövő pénze. Erre egy válasz az, hogy a jegybanki világ, az 400 éve vannak jegybankok a világban, az nem működhet ugyanúgy, mint az elmúlt 400, 300, 200, 100 évben. És miután digitális forradalom van, most technológiailag előállt az a helyzet, hogy a jegybankok már nem csupán készpénzt bocsátanak ki, hanem digitális formában gyűjtenek pénzt és teremtenek pénzt. Ez azt jelentheti, hogy nem most, de talán az évtized végére bizonyosan minden jegybank betéteket fog gyűjteni, minden jegybank a készpénz helyére, mellé nagyon erőteljes elektronikus pénzt fog előállítani, és a bankrendszer egészen is átalakul majd. Ami azt eredményezi, mert ez a válasz a pénz jövőjére, a jövő pénzére, hogy gyorsabb lesz a pénzforgalom, olcsóbb lesz minden, általában hozzáférhető lesz például hitel, például élettartalomra ad hitelkeretet a jegybank és a átalakuló bankrendszer együtt. Biztonságosabb lesz minden. Miniszterelnök úr most elmondta, hogy a biztonság a következő korszak alapértéke, milyen egyetértek vele. Tehát a jövő pénze, a pénz jövője az mindent felerősít, ami a pénz előnye, plusz biztonságot ad. Beszélt az okos beruházásokról is, hogy mondjuk Dániához képest 1/3 Magyarországon az okos beruházások aránya. Ebben a tekintetben a jegybanknak milyen lehetőségei és milyen elképzelései vannak? Igen, valahogy úgy vagyunk vele, hogy 2010-től 19-ig, 20 elejéig, amíg ránk tört a járvány, minden mennyiségi fordulatot végrehajtottunk. Tehát mondjuk teremtettünk 850 000 új munkahelyet. Végrehajtottuk a hitelezés forradalmát Magyarországon. Hát mégiscsak a válságot alapvetően egy majdnem 12%-os hitelbővüléssel kezeltük. De most már nem a mennyiség, hanem a minőség forradalma jön. Németh László örülne. A minőség forradalma, amikor már nem az számít csak, hogy létrejön egy új munkahely, hanem hogy az a munkahely az magas hozzáadott értéket termeljen, erős tudásra támaszkodjon, digitális legyen, zöld legyen, fenntartható legyen, és minden tehetséget az országban bekapcsoljon. Tehát a növekedésnek kellene minőségi, tudásalapú szerkezetet mutatnia. A zöldítés kiemelt szerepet kap a Nemzeti Bank céljai között? Igen. A helyzet az, hogy hogy Európában először kapta meg a kormány előterjesztése a parlament döntése révén a Magyar Nemzeti Bank, tehát a Magyar Központi Bank, a jegybank az úgynevezett zöld mandátumot. Tehát mi mostantól kezdve a korábbi 3 mandátum után, mert van egy sorrend, tehát először az árstabilitást kell biztosítanunk, letörnünk az inflációt, a pénzügyek stabilitását kell biztosítanunk, segítenünk kell a növekedést, foglalkoztatást. Most azt követően igen, lehetőségünk van a zöld forradalmat, meg a fenntarthatósági forradalmat támogatni. Ezért például azt tesszük, hogy a következő hónapokban útjára indítjuk a zöld otthon programot, amely kifejezetten azokat az otthon teremtési családi álmokat fogja segíteni, amelyek zöldek. Tehát nem csak úgy zöldek, hogy reményteljesek, hanem az energia, meg a többi környezetű mutató szempontjából is zöldek. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Nagyon szépen köszönöm én is.